Nemrégiben újították fel Nyíregyházán a déli ipari park felé vezető utakat. Nem véletlenül, hiszen az elmúlt alig több mint egy évben három komoly nemzetközi befektető kezdett beruházásba a Vármegye székhelyen. Ezeknek is köszönhetően folyamatosan bűvülnek a munkalehetőségek nem csak a nyíregyháziak, hanem az agglomerációban élők számára is. Vínai Győző a Vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője 35 perc című műsorunkban arról beszélt, a beruházásokból a kis települések is profitálhatnak. A politikus kiemelt figyelmet fordít arra, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a kormány által biztosított meglévő és új családtámogatási lehetőségekre. Ha van megfelelő munkahely a fiatalok számára, nem csak a fiatalok számára, de most fókuszáljunk rájuk, akkor fontos, hogy tudnak-e lakást építeni, új lakást, vagy használt lakást felújítani is. Ezért jó, hogy a falusi csok megmarad 2024. január 1-től is, sőt bővül, mert ha valaki három gyereket váral, akkor 10 millió forint állami támogatásban részesül, és az egyéb kedvezményekkel ingatlan, tehát a, az illeték elengedésével, vagy éppen az áfa visszaigényléssel majdnem még 10 millió forintot tud hozzátenni ez az építkezéshez, nem beszélve arról, hogy a babaváró hitelt is föl tudja venni, amelynek az összege 10 millióra, 11 millióra emelkedett, és ez egy nagyon kedvezményes hitel, mondhatom, hogy a mai inflációs világban e -e ezt vétek nem fölvenni. Tavaly októberben adták át Tisza-Nagyfalú történelmének első bölcsődéjét. Az intézményben 12 helyi kisgyermek nappali ellátását biztosítják. Idén májusban pedig Tisza nyitotta meg kapuit a bölcsőde, ott több mint húsz év után vált elérhetővé újra ez a szolgáltatás. Vinai Győző azt mondta, a kis településeken élő családok támogatásához ezek a fejlesztések nagy jelentőséggel bírnak. Gyakorlatilag, mivel 2017-18-ban ugye egy olyan családtámogatási koncepció alakult ki, mindig is fontosnak tartjuk a családot és a gyerekeket, hiszen gyerekek nélkül nincs jövő, hogy uniós forrásból óvodafelújítások, bölcsödeépítések és iskola, köznevelési intézmény rendszer történjen meg, és hál' Istennek ebben a választókerületben, a Szabolcs 2-es választókerületben, mondok egy példát, Tisza-Nagyfaluban 1900 nak még soha nem volt bölcsöde, most átadtunk egy bölcsödét. Vagy Tiszadadán megszűnt 20-22 évvel ezelőtt a bölcsöde, most újra építettünk. Vagy nagy Cserkeszen egy mini bölcsödét. Arra volt igény, hogy egy egycsoportos mini bölcsöde legyen, és ez jól működik. A politikus hozzátette, választókerületének kis települései különösen aktívak a magyar falu programban. Az elmúlt években számtalan útfelújítás, egészségügyi fejlesztés, szolgálati lakásépítés valósult meg hazai forrásból. Vénai győző külön kiemeltett Tisza Eszlárt, ahol mind mondta 2019 óta hatalmas lemaradást kellett behozni. Itt az utóbbi évben többek között új községházát építettek, modern konyhát alakítottak ki, és a vármegye első top pluszos beruházását is itt adták át, két belterületi út újulhatott meg Európai Uniós forrásból.